Bármennyire is eseménytelennek tituláltuk az ausztrál nagydíjat, elég sok beszédtémát szolgáltatott. Ezek közül pedig az egyik legtöbbet cikkezett esemény, Russell balesete és az azt megelőző jelenetsor volt. A vasárnapi kibeszélő után aludtunk egyet az esetre, szóval kicsit távolabbról szemlélve nézzük meg, jogos volt-e Alonso büntetése, vagy sem. Gyorsan vázoljuk fel az alaphelyzetet. Adott volt a Perezzel való csatája után a senki földjén köröző Alonso, illetve a hozzá képest 4 kör gumielőnyben érkező Russell. A brit közel fél másodperccel jobb tempóra volt képes, a Mercedes pocsék végsebessége miatt azonban beszorult az akkumulátor problémákkal küzdő Aston Martin mögé. 7 körig próbált előzni, de hiába ért hozzá közel minden DRS zóna végén, a kigyorsításokon rendre lemaradt. Az utolsó előtti körben járva aztán a 6-os kanyar kijáratán lesodródott a Mercedes a pályáról, majd félig fejre állva megállt az ideális ív közepén. A verseny így virtuális biztonsági autó mögött ért véget, Alonsót pedig egy box utcáthajtásos büntetéssel szankcionálták. Röviden ezek a száraz tények. A büntetés jogosságának eldöntésében a két fő szempont az, hogy pontosan mi is okozta Russell lesodródását, illetve hogy Alonso mozgása mennyire volt kiszámíthatatlan. Ha a telemetriára ránézünk, kitűnik, hogy a 6-os kanyar előtti rövid egyenesben Alonso közel 100 méterrel korábban lépett rá a fékre, mint korábban. Ezt követően leváltott, majd visszaállt a gázra, és csak utána lassította meg az autóját a kanyarhoz. A kibeszélőben gázpedál problémát hoztunk fel magyarázatnak, és valljuk be férfiasan, hogy ráugrottunk Alonso csalijára. Kiderült ugyanis, hogy a motor kihagyásai teljesen szándékosak voltak, nem műszaki hibák jelei. Szóval Alonso jóval korábban és úgymond teljesen indokolatlanul lépett rá a fékre. Russell mégsem emiatt törte össze az autóját. A balesetet a szélárnyékban meginduló hátsó tengelye okozta, amire a brit nem tudott elég gyorsan reagálni, és már bele is állt a falba. Ez volt a második vasárnapi érvünk a spanyol büntetése ellen, ellentétben a korábbival azonban ezt még mindig fenntartjuk. Ettől függetlenül viszont 12 évvel Maldonado balesete után látszólag megismételte magát a történelem. Alonso versenyzői intelligenciáját szerintem senkinek nem kell bemutatni. Villámgyorsan felméri a helyzeteket és számtalan nagyszerű húzása volt már karrierje során. Utólag ránézve azonban a vasárnap reggel történtekre, már nem tudjuk őt megvédeni. Amikor anno Hamilton ellen a Hungaroringen védekezett, ott az autót tökéletesen helyezve mindig a kigyorsításokon törte meg a támadó lendületét. Nem féktávon, ahol egy váratlan manőverrel elég csúnya ráfutásos balesetek történhetnek. Bár a szándék itt is ugyanaz volt, a kivitelezés módja sokkal rosszabb és úgymond aljasabb lett. Sokat beszélünk arról, hogy a modern szabályozások ellehetetlenítik a védekező felet, és egyszerű mozgó bójává redukálják őket, akiknek végig kell nézniük, hogy kikerülik őket DRS-sel. Az ilyen manőverek szankcionálása azonban közel sem a védekező fél lehetőségének korlátozását jelentik, hanem a fair versenyzés megőrzésének egyik lehetőségét. Egy nappal később így már mi is azt mondjuk, jogos volt Alonso büntetése, de ez az eset legyen egy precedens a későbbi balhék szempontjából. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, nézzetek szét a csatornán további tartalmakért, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon tudtok minket támogatni, az eddigi támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!